Az újra felfedezett vonalak elnevezésű tárlaton korábbi munkáiból indult ki, illetve azokat folytatva alkotta meg képeit Csízi László képzőművész. A egy negyed évszázada ezzel a témával foglalkozó művész az eretografika világába viszi el közönségét. Három alkotói korszakáról beszélt a művész, a kiállításon is három blogban helyezték el a képeket. Akkora a vonalak azért is természetes adottság volt, mert egy asztali plotterrel tudtam kirajzolni az elkészített programokkal létrehozott elképzelt rajzokat, és ugye azzal csak vonalat vagy pontot tudtam rajzolni. Itt például a falon látunk egy vonalhálót, aminek egy külön érdekessége, matematikai függvényeket használtam a grafika kialakításához, ahol itt a véletlen függvény nagy szerepet kapott, a random függvény, tehát időnként elhagyta a rajzolatot a véletlen generátor segítségével a rajzgép, más esetekben pedig kifejezetten torzította. Tehát két különböző hatás. A második korszaka a 80-as évekre esik. Ekkor a mikroszámítógéppel történő alkotás be kellett fejezni, mert leálltak a szerkezet gyártásával. Jött a PC korszak, de ezek a számítógépek nem voltak alkalmasak az analitikus feladatok elvégzésére. Ezért a természetvilágához fordult Csízi László. Ezért azt kezdtem el elemezni, hogy a természetből milyen struktúrákat tudok fölhasználni. Először is digitális fotók készültek, például ezen a képen látjuk a, egyébként az forradalomnak a 60. évfordulójára egy országos vályázatra készült, nyert is egy külön díjat itt a Moson-Magyaróvári laktányának a kontúrja látszik. A harmadik korszaka az, amikor egy plex réteg két oldalára lézerrel történik a műfelvitele, ami közös a három korszakban az a vonalakkal való játék. Lézergravírozással viszem fel a önállóan megtervezett két grafikai réteget. Tehát a ezek a rétegek vagy kis eltérésekkel, ilyen sajátos mozgásokat hoznak ezáltal létre, vagy pedig teljesen eltérő második komponens, második grafikai komponense a közös grafikának. Az újra felfedezett vonalak ezen a héten még láthatók Pécsen, a Művészetek és Irodalomházában.